szüleim a példaképem. Mert ők el, hát úgy magyarul szóval eldobtak be az intézetbe, most ezt nem tudom, hogy valójában miért is, de nem úgy szeretném, mint ők. Máshogy, teljesen máshogy. Olyan a gyermekvédelmi rendszerben levő fiúkat fogadunk, akik 12-18 éves kor között vannak, valamilyen pszichoaktív szert használtak, és vagy súlyos magatartás problémával küzdenek. Folyamatosan fejlődünk, és folyamatosan mi magunk fejlesztjük. Ugye a terápiának és a programnak része az, hogy változások csak velünk együtt mennek végbe. Ezt szeretnénk a gyerekeknél is. Bandázás, csavargás haverok, hibászat, drúzás. És ezt az életmódot én nem szeretném tovább folytatni. Szerintem közrejátszott az is, hogy nem először rögtön elkerültem. 13 évig nevelkedtem, és hát szerintem azért. Én bánat meg minden. Ismerek olyan szakembert, akinek az az elve, egy pszichiáter professzor, hogy a szenvedélybetegség többek között annak is problémája lehet, akinek nincs valamilyen konfliktus megoldó stratégiája. Legfontosabb az az anyai szeretet, amit megkapjon a gyerek, hogy legyen miből neki táplálkoznia, élnie, és hogy ne érezze azt, hogy el van hagyva, foglalkoznak vele. Az életrendjét úgy megtanultam nagyjából, hogy mi hogy működik, hogy tetteinkért kell vállalni a következményeket, és ez erre igazán itt jöttem rá, meg az, hogy milyen az, hogyha valahol le tudok feküdni, aludni, vagy ilyesmi. Sajnos édesapám meghalt 3 éve. Édesanyám is ilyen, valójában úgy minimálisan édesanyámra ütöttem, mert ő alkoholista, úgy szint. De majd kikerülök lassan egy ilyen fél év múlva, ha adja az Isten, úgy lesz, akkor folytatom ezt a tisztességes életmódot, úgymond. És mindenképpen a foci mellett szeretnék maradni. Azok a gyerkőcök, akik kikerülnek ilyen és ehhez hasonló speciális gyermekotthonokba, azok miattunk, a mai magyar társadalom miatt kerülnek ebbe a helyzetbe, és felelősségünk az, hogy ők innen úgy kerüljenek ki, ahogy utána mi szívesen együtt élnénk velük ebbe a társadalomba. A szeretet, a család az, ami hiányzik. De majd én majd, amikor felnövök, nagy körül leszek, akkor próbálom valahogy máshogy. Azt csinálom a gyerekeimmel, meg aki lesz nekem, amit szerettem volna, hogy velem is csináljanak. Fénytündér, már nem jön el, nincs tovább, ébredni kell, valóságot folytogat, furcsa érzés hívogat.